Lássam a kezét! Az elfogásról készült ez a rendőrségi videó a Baranyai V minden szombaton. Így gyújtották rá egy nőre és fiára a családi házukat az elkövetők. Ezek a fotók a helyszínen készültek. Az egyiken még annak az üvegnek a szilánkja is látszanak, amelyben a gyúlékony anyagot bedobták a házba. Szombat hajnalban egy nő tett bejelentést a rendőrségre arról, hogy V minden valaki rájuk gyújtotta a házat. Elmondta, hogy csörömpölésre ébredtek fel, majd amikor látták, hogy ég az egyik szoba, ő és a fia kimenekültek a házból. Ezután elkezdték oltani a tüzet, amelyet végül a tűzoltóknak sikerült megfékezniük. A szemle adatai szerint a tüzet molotov koktélok okozták. Kollégáim pár órán belül beazonosították a feltételezett elkövetőket, majd elfogták őket. A 29 éves vémindi férfit és 24 éves helyi társát elfogták a Mecsek közterületi támogató alosztály munkatársai még szombat délelőtt. A rendőrfőkapitányságon előállították, majd kihallgatták őket gyanúsítottként. Ennek során mindketten beismerték a bűncselekmény elkövetését. Őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat. Ellenük emberölés kísérlete miatt nyomoz a Baranya megyei rendőrfőkapitányság.